elhozta? Ahogy megbeszéltük. Mi az, meg se nézi? Minek nézném? Már rég nem bízom magában. Ezt hogy érti? Komolyan azt gondolja, hogy büntetlenül dolgozhat a saját zsebére. Hogy mi? Bizony, Zrinics. Megbízható forrásból értesültem például a legutóbbi belgrádi ügyletéről. Kár tagadnia. Sajnálom, asszonyom. Mit? Hogy hónapok óta meglop? Hogy hiteltelenített az ügyfeleim körében? Sajnálhatja is. Asszonyom, én hajlandó vagyok mindent megtenni, hogy helyrehozzam. Helyrehozni? Hogy? Tudja mit? Először is szépen ideadja nekem azt, amit a zsebében rejteget. Na látja, ez már beszéd, de hát kérdés, hogy ezzel elintézetnek tekinthetjük-e a dolgot? Kérem én. Kér! Maga mindig csak kér, Zrinics. Annak idején én is kértem valamit magától, emlékszik? Mit kértem? Hűséget, Zrinics! És megkaptam? Na látja, akkor meg miről beszélünk? Könnyes búcsút veszünk egymástól, és elfelejtjük ezt az egészet. Ne, kérem, ne! Viszlát, Zrinics! Fordult a kocka, asszonya. Na, ez miért kellett? Miért pont rám lőttél? Mert a dogi vád kér. Kész! Mindig csak kész! Inkább meg kéne mutatni, hogy mi van a zsebedben. Hé, ennek hiányzik a fele. Mert te soha nem adsz belőle. Mert ez egy szállítvány. Kisabolta, miért tehet? Olyan undok vagy, mint a gezrelek főnöke! Ez szív vissza, Monty! Nem szívom! És ha tudni akarod, akkor a Dagi is így gondolja! Ez igaz, Dagi? És ha mindig ilyen undok leszel, nem fog téged elvenni senki, még én sem! Soha többé nem játszok veletek gengszereset!